Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Hagyományosan ehhez az időszakhoz kötik a megfeszített Jézus feltámadását. A dátum a minden esztendőben másnapokra esik. Idén április 7-én nagypéntekkel kezdődik, majd április 10-én ér véget. Addig tehát már csak valamivel több, mint 2 hét van hátra. Sokan már el is kezdtek készülődni a jeles alkalomra, és természetesen vannak, akik az ünnepi asztalra való beszerzésével is foglalatoskodnak. A húsvétot azt mindig nagyon szeressük. A húsvét meg a karácsony, azt tényleg azt mondom, hogy egy szent ünnep nálunk, mert szent ünnep ugye. Sütünk kenyeret általában, tényleg nagyon jó kajákat csinálunk. A húsvét időszakát 40 napos bőjt előzi meg. A keresztény hagyományt ma már egyre kevesebben tartják be, ám vannak, akik még mindig figyelnek rá. Igen, előfordul, hogy tartjuk, de mindig sikerül betartani, de egyébként tartjuk. Húsvétkor jellemzően összejönnek a családok. Ez az időszak alkalmas arra, hogy az egymástól távol élő rokonok ismét találkozzanak egy rövid időre, és jókat beszélgessenek. Általában családi összejövetel van, együtt főzünk valamit szabadtéren, ha ilyen jó idő lesz, és hát együtt vagyunk. És természetesen vannak olyanok is, akik inkább pihenéssel töltik az ünnepet. A húsvéti időszakban a szálláshelyek rendszerint teltházzal működnek. Mi például Tápió Szent Mártonra szeretünk járni, ez egy energiagyógypark, de rengeteg program van szinte minden hétvégén is mellette, úgyhogy mi ezért szeretünk oda járni, már 17 éve oda járunk. Idén húsvétre esik egyébként az első hosszú hétvége is az esztendőben, akkor a legtöbben 4 napig maradhatnak majd otthon.